Köszöntöm Önöket a hitéletben! November eleje szomorú hangulatot kelt a legtöbb emberben. A halottakra való emlékezés az elmúlás gondolatát idézi. Tény, hogy akik még erősek, fiatalok, egészségesek és magabiztosak, nem szeretnek a múlandóságra, megsemmisülésre gondolni. Egy idő után döbbenten szembesülve a valósággal teszik fel a kérdést, miért tűnnek olyan hamar tova az évek, s miért hajlik az ember rendre a sír felé, amikor munkájának, tanulásának, érett bölcsességének gyümölcseit élvezhetné. November eleje eszünkbe juttatja, hogy minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter 1.24. A mai adásban vendégeimmel Csillag Csilla segítőnővérrel és Sebestyén Péter római katolikus plébánossal ezt a témakört járjuk körül. Célunk egy hitbeli lelki beszélgetés, amely során néhány nagyon fontos, sokakat foglalkoztató kérdésre is választ adnak meghívott vendégeim saját tudásuk, tapasztalatuk, élményeik segítségével. Nővér, plébános, szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban. Köszöntjük mi is a nézőket, köszönjük a meghívást. A felvezetőmben érzékeltettem, hogy nem egy szomorú, lehangoló beszélgetésre, sokkal inkább egy válaszokat adó, kérdésekre válaszokat adó, megnyugtató, lehetőségek szerint felemelő beszélgetés elején vagyunk. Hát reméljük, hogy ezt így is teljesítjük majd. Igen. Milyen a november eleje a ti életetekben? Hát természetes, hogy a november eleje a minden szentekkel indul, és a minden szentek a közhangulatban, meg a közvélekedésben, a gyakorlatban sokszor össze is mosódik a halottakkal. Pedig tényleg szét kell választani a kettőt, és maguk a minden szentek, mint megdicsőült mennyei állampolgárok, azok örömre sarkalnak minket, hogy vágyakozást keltsenek bennünk is, hogy mi is oda jutunk. Ennek folyományaként kell az életünket úgy rendezzük, és ugye a elhunytak sorsa, a halottaink tisztelete is ezzel függ össze. Elsője a minden szentek, másodika a halottak napja. A minden szentek ünnepe római katolikus ünnep, római katolikus, talán még a görög katolikus is, de abban nem vagyok biztos. Viszont a halottak napja az már az evangélikusok, protestánsok is elismerték, reformátusok természetesen. Hogy ez a szokás, vagy a teológia, vagy az egyház, nem is tudom, hogy. Hát mindig a forrásokra, a kezdetekre kell visszamenjünk, és mondhatjuk inkább úgy, hogy keresztény ünnep. Az őskeresztények már, amíg a katakombákban összegyűltek a föld alatti temetkező helyeken, ahol a vértanukat elrejtették, hiszen tiltva volt a kereszténység az első századokban. Addig az ő sírjaiknál emlékeztek rájuk, és mint egy erőt merítettek az ő hősiességükből. Aztán, hogy felszabadult a kereszténység, a IV. Század elején IV. Bonifác pápa ajándékba kapta az akkori császártól a mostani Pantheont, és megkeresztelték a római istenségek helyett Szűz Mária és minden szentek emlékére szentelték. És már akkor volt egy ilyen összkeresztény emlékezés, a megdicsőült szentek, a dicsőséges egyház ünneplése, ami földi pályafutásunk a küzdő egyház és a szenvedő egyház, akik a tisztulás állapotában vannak, a mennyei és a földi összefogás eredményeként segíthetünk a szenvedő egyháznak, hogy ők is oda jussanak, ahol szentek vannak. Aztán jött a népvándorlás a 6.-7. században, egészen a 8. század elejéig, ahol kikristályosodott az új népeknek is a megkeresztelése, a kereszténységbe való átültetése a régi szokásoknak, és ide jön be a november elseje, úgymond halottak napi része is, mert a bencések reformja hozta a liturgiában a halottakról szóló megemlékezést. És mivel az új népek között ott voltak a kelták is, ahol nagy dinomdánommal és szinte zajjal űzték el a sötétség a halál isteneit,
a kelták, a Halloween ünnep is, a töklámpás is erről tanúskodik. Ezt próbálta megkeresztelni az egyház, azáltal, hogy halottak napja délutánja lett a minden szentek délutánja, ha bár másnap külön az összes halottról is megemlékeztek, később az egész világ egyházban. Mint világosság fiai úgy járjatok, kiírtam és Csilla nővér a rendetekre és a karizmátokra gondoltam, hisz e szerint éltek és szolgáltok, hogy segítetek. Igen, nekünk a november 1-e az egy rendi ünnep is, hiszen a tisztulás útját járó élőket és holtakért imádkozunk és dolgozunk, és velük együtt szenvedünk, illetve ott vagyunk velük. Fontos nekünk, mert kapcsolatban vagyunk, tehát olyan szeretteinket úgy nem tudjuk elengedni, vagy nem tudunk elbúcsúzni tőlük, hogy ne hordanánk az emlékeiket magunkba. És ez az, ami segít minket, hogy arra biztassuk az embereket is, hogy ott vannak velünk, ha bár eltávoztak is, reméljük Isten dicsőségébe költöztek, ott vannak velünk, és velünk élnek az emlékek által. Ahogyan mondtad, hogy mit jelent november, nekem a november igazából egy színes, hát október és november egy színes hónap, illetve az a két hónap, és azt a valahogy beteljesülést adja nekem. Tehát, hogy nekem a halottak napja az inkább a minden szentek napjával kezdődik, és ott is fejeződik be, mert hogy keresztényként azt hisszük és valljuk, hogy mindenki szentségre van teremtve, illetve hogy szent legyen, és hogyha szent, akkor az egy boldogság, és egy nagyon szép állapot lehet. És ebben vagyunk mi jelen, akár a világban is, hogy a reménységet hordozzuk. Tehát nem az elmúlást és a fájdalmat, nem az elszakadást, hanem ott van a remény bennünk, és ahogyan az életünket végigéltük, és reméljük, hogy elértük teremtettségünk célját, ezért akkor nekünk a szép és a dicső jut osztály részül. Hát ezek szerint a teremtettségünk célja az e világi életünkben. Ennek a befejeződje és a másik világi kezdete, úgy lehet mondani, igen. Mi beszélgettünk ugye még adáson kívül erről egy kicsit hosszabban, és felteszem most újra azt a kérdést, amit akkor neked, hogy mindez ellenére, és mély hitvallással is nehéz, ragaszkodunk a akármilyen nehéz evilági életünkhöz. Mi az, ami segít? Akár elengedni szeretteinket, akár a saját túlvilági életünket előrevetítve, vagy inkább az evilági életem végét látva, hogy könnyű szívvel, hogy reménnyel teli nézzünk elébe. Én azt hiszem, hogy kell, hogy ragaszkodjunk. Mert hogyha nem ragaszkodnánk az evilágiakhoz, tehát az evilági élethez, akkor nem tudnánk felkészülni egy másikra. Tehát, hogy mi ebben az életben kell megtaláljuk leginkább a úgymond utunkat, boldogságunkat, beteljesülésünket, és ez segít, ha ismerjük a jót és ismerjük a beteljesülésnek egy részét, akkor ez segít elszakadni. Akár a saját életemtől, akár egy másik embertársamtól, vagy pedig testvéremtől, rokonomtól, barátomtól. És ez segít igazából az életben maradásra is. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy ha valaki elköltözik, akkor nem marad életben, sőt, akkor nyerjen azt az életet, ami örökké tart. És ez itt kezdődik már az élet, a földi életünkben. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó az, amikor azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa köztetek van. Hát használjátok ki, legyetek együtt, a fájdalomban is együtt lenni. Most az idén lesz 10 éve édesanyámnak a halála napja, decemberben.
Azóta minden temetéskor bejön, és azt kell mondanom, hogy azóta másképp temetek. De most így konkrétan az is eszembe jut, hogy az ő temetésére való felkészülés, mindenféle emberileg, férfiként is, sírásként is, de egy olyan belső nyugalom, és hogy mondjam, tiszta öröm is volt, ami kontrasztnak tűnik, hogy csodálatos módon átlendített engem azon a szó szerint holtponton, amin végig kell mennie valakinek, akinek közeli hozzátartozója hal meg, és Isten őriz, ez nem dicsekvés, csak tapasztalat, ami belső élményként is meghatározó volt. 4 szólamban énekeltük, én, s a kántor testvérem, s a feltséki kántorok és papbácsi kollégák is a temetési zsoltárt a gyászmisén, és az előkészítő virrasztó imádság, amelyre a vásárhelyi kollégák eljöttek, akkor még Erdőszent Györgyön voltam, olyan csodálatos, hogy mondjam, élményt jelentett, hogy ez jelzés volt, hogy mondjam, túlfelől, a túlvilág részéről, Isten részéről, hogy ő hazaért, hogy ő jó helyen van. És amikor Vásárhelyre kerültem, az egyik szerzetes kolléga, Pál atya, ő ismert édesanyámat, és elmondtam neki, hogy képzeld el, hogy frissen volt ez, hogy édesanyám álmomban megjelent, és azt mondta, hogy veled sétált ott, itt a plébánián, a ferenceseknél, és azt mondta, milyen jó, milyen szép hely van itt. Na, ez is egy jó érzés volt, hogy hát akkor édesanyámnak is túlfelülről egy visszajelzése, egy áldása van, hogy de ez persze személyes dolgok, a hiten túl megnyugvást hoz, igen. És ugye? De mindenképpen azért ragaszkodik a lelkipásztor, és én magam is a temetési prédikációknál, hogy arra hegyezzük ki az igének a mondani valóját, ami örök igazság. Én vagyok a feltámadás és az élet. A halált nem jókedvéből vállalt az Úr Jézus sem, teremtettségünk, a bűnbeesésünk velejárója, de átkonvertálja, átalakítja, átminősíti az ő feltámadása és a mi hitünk. Ő előre ment, és mi utána szegődünk. Tehát a földi élet ilyen szempontból nem örök életidőben, hanem inkább egy előszobája az Isten országának, amit már itt a földön kezdünk építeni. És az Úr Jézus maga az ő tanításával, meg szentségeivel állandóan felkészít erőt ad, hogy ezt az átlendítő lépést tudjuk meglépni. A táborhegyi jelenés is azért volt, hogy felkészítse őket a szenvedésre. Olvastam valahol, kiírtam magamnak, hogy minden elmélyedés új felismeréshez, magunkba nézésünk tisztább látásához vezet. Novemberi szomorúságunkból fakadnak a világosabb felismerések, a megtisztult elhatározások, a megújulások és hitünknek megerősödése. Van ilyen jellegű tapasztalatotok? Egyet értetek? Meg tudjátok erősíteni ezt? Persze, hogy van. Tehát, hogy minden beszélgetés alatt például, amikor valaki hozzám jön, és egyszerűen csak megosztja az életét, az utóbbi tapasztalatait, és amikor csak elmondja, és látom, hogy lassan-lassan megkönnyebbül, nem tettem semmit, ott voltam és hallgattam. Az is egy felismerés. Elmondta, felismerte, hogy itt-ott talán nehézségei vannak, gondjai vannak, de megosztotta valakivel. Szerintem fel tudunk ismerni dolgokat akkor, amikor a kápolna csendjében vagyunk, és imádság közben vagyunk, de akkor is, amikor együtt vagyunk és beszélgetünk. Vagy egy szent mise alatt is bejöhetnek olyan megvilágosodott a részek az életedből, hogy igen, tehát hogy hopp, itt van, tehát ez most ezért volt, vagy azért volt. És én azt hiszem, hogy a november eleje éppen ezért érdekes, hogy valahogy elcsendesül egy kicsit ugye a világ, és a tekintetek, a léptek a temető fele vezetnek, ahol csend van, ahol béke van, ahol megnyugvás van, és valahol azt hiszem önmagunkat is keressük ott. Tehát tudjuk azt, hogy, illetve én remélem is, és hiszem, hogy sok ember arra gondol, hogy ott abban a sírban csak a szerettei
maradványai vannak, a testi maradványai. De milyen jó, hogy el tudunk menni oda is, ott találkozunk. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem, mert a déd nagyszüleimmel és a szüleimmelhez mentünk úgy, és találkoztam az unokatestvéreimmel. És lehet, hogy egy évben kétszer-háromszor találkoztam, de egy éppen a temetőben volt. És ez egy ünnep volt, és utána hazamentünk, és együtt voltunk, finomságokat ettünk, meg együtt voltunk, és ezek olyan felismerések, hogy igen, az élethez hozzátartoznak. Az elengedés, a vesztességek, de tovább megy az élet, és jó, hogyha nekünk együtt vagyunk. És kihozott össze az a szeretteink, vagy az a személy, akit éppen meglátogattunk, úgymond a temetőben, tehát a földi maradványai. Tehát, hogy ezek mind olyan apró dolgok, amik az élethez nagyon-nagyon fontosak, és jó, hogyha ezeket egy kicsit szem előtt tartjuk, és ezek teszik az életünket szebbé, meg ünnepélyesebbé. Mindezen túl azt hiszem, hogy azért nem megy minden így simán. Ezek egyikünk életében sem. Történnek olyan dolgok, amit nem tudunk mi sem irányítani, se imádsággal, se hittel. Egyszerűen bonyolult az emberi elme, a lélek még bonyolultabb talán. Arra célzok, hogy egy édesanyák hétvégén voltam lelki gyakorlaton, és Erika nővér tartotta. Akkor szembesültünk, és gondolom, hogy ennyit megengednek, hogy a lelki gyakorlatból elmondjak. Többen szembesültek gyerekkori traumákkal, amit nem tudtak feldolgozni. Szülő elveszítése. Például ma már idős asszonyként nem értette, hogy miért nem mert oda menni, megfogni az édesanyja kezét, és ez valahol az élete végig kísérte, mert a halottak napján soha nem tudott feloldódni. Mindig valami hiányérzete volt. És fantasztikus volt, ahogy Erika nővér akkor azt mondta, hogy nem baj, hogy nem fogta meg a kezét. Mert kell hagyni, hogy elmenjen. Lehet, ha ő akkor megfogja a kezét, visszatartja. És csodálatos dolog volt látni, hány év után azon az asszonyon a megkönnyebbülést, a felismerést. Tehát, hogy ez Erika nővér tudta, hogy mit kell mondani, vagy jött, amit kell mondani, karizmátok tanítanak is benneteket. Biztosan nem könnyű, de hogy arra célzok most már elcsukló hanggal, hogy nem könnyű, és sokszor évek telnek el. De mivel erről beszélgetünk, használjuk ki a lehetőséget, és most így akár a TV képernyőjén keresztül adjunk pár támpontot azoknak, akik akár jelen pillanatban is útkeresők, vagy megnyugvás keresők, hogy hova fordulhatnak, hogy tehetik ezt, mit tanácsoltok nekik? Hát még egy kicsit én visszamegyek a kérdés elejére, már a felvezetőben sejtetted, hogy borongós, szomorkás. Igen, és sokan ezért félnek is ettől a hónaptól, attól eltekintve, az október, november milyen színes a természetben. De temetőben mindjárt egy hang. Persze ez temetőnek is megvan maga szépsége, a gyertyáktól kezdve a krizantinumokig. De ugye ez halott béke, és sokan nem szeretnek szembesülni azzal, hogy mi is ide jutunk, hogy a mi életünk is véges. Vagy éppen felkorbácsol valamit bennük, egy régi emléket, egy fel nem dolgozott, egy el nem engedett, most pszichológizálhatnánk is, de nincs értelme, hogy a halál, az elmúlás, már a szenvedés is tényleg egy alkalom arra, és gondolom az egyik Isten bölcs titka, titokzatos akarata szerint azért engedi is meg, azért is engedi meg, hogy megtapasztaljuk ezeken a felismeréseken, hogy igenis nem mi kell ellenőrizzük az életünket. Van egy csomó titok, van egy csomó, amit átviszünk a síró, van egy csomó, amit nem beszéltünk ki, van egy csomó trauma, amit nem is kell és nem is lehet feldolgozni. Már csak ez is megköveteli, hogy a beteljesedés, a kiteljesedés, a boldogság ne további, az idő nélküli Isten szeretet, amire ő teremtett, és amit a bűnnél kicsit áthúzott, az ott lesz igazából, nyer értelmet. Tehát ebben kell egymást is segítsük, vagy az embereket is, ezért jók ezek a visszatérő alkalmak, akár a liturgiában, vagy a paraliturgiában is, hogy emlékeztessük magunkat, és ez persze bátorság kell részemről is, mint civil ember, vagy hívő, hogy kimenjek, szembesüljek azzal, amíg ég a gyertya, már nem csak világítok, hogy teljen az idő, hanem amíg ég a gyertya, rágondolok, visszapörgetem, egy kicsit szembesülök az én életem eddigi alakulásával, hol csúszott el, vagy miért a tartozásom még az elhunyt felé,
mit nem tettem meg, vagy én hogyan készítem a saját gyermekeimet, valakik, van, akik egyenesen óckodnak attól, hogy gyereket kivigyék a temetés, eldugja, elzárja, csak felnőttek vannak. Nem. Az ott van az életnek a rendje. Na most ide kell hit, és a hit nélkül a szeretet sem működik, a humánum az gyenge, az hitből fakadó szeretet kell a gyermek felé is, hogy igen, apu vagy nagyapa hazament, elvégezte a dolgát, megérett a gyümölcs, lehull a fáról, Isten a mennyei gazda összeszedi, és ugyanígy a teremtettségünk, az anyagnak a romlása is benne van, ahogy amit mi gyártunk, az is elromlik, hát a földből van az anyag, a test, az is elromlik, nem tart még a világ. Tehát a fantáziánkkal, az eszünkkel, vagy akár a vágyunk, ez is az örök élet utáni vágyunkat jelzi, örökére akarunk élni, csak tévesen azt hiszik, hogy itt, nem, ez csak egy előszoba. És amit mi nem teljesült be, azt nem kell, mint koncot vagy púpot vigyük a hátunkon, hanem beteljesedik az Istennél. Mostani érsek úr szokta mondani órán, nekünk ilyen teológiai piszkálódások voltak, mikor jött órára, hogy lesz, hogy kell ezt érteni, és azt mondja, majd ezt a mennyországban megbeszéljük. Akkor teljes lesz a tudásunk, ott lesz a professzor, ott lesz az Úr Jézus, minden. Egy csomó dolgot nem tudunk. Pontosan, igen. Tehát amit az Úr Jézus kinyilatkoztatott, és az egyház által, a Szentlélek által, emberi értelemmel, elművel be tudunk fogadni, azt ültessük a gyakorlatban, amennyire lehet, a többit majd ott megtudjuk. Tehát sokszor ilyen emberi dolgok, hogy ösztönösen ragaszkodnánk, és mindent meg akarnánk magyarázni, és mindent mi irányítani. Nem. És ez nem sodródás, nem akkor ereszed, mert nem tehetek róla. Tehetek sok mindent róla. Ahogy a pályázatoknál az önrész, ugye, szoktam ezt mondani. Az önrészt azt meg kell tegyük. És Isten a kegyelmét csodálatos módon csordultig tölti utána, és az ad erőt akár átbillenni a hotponton is. Nagyon sokat tudnánk még beszélgetni, de az árszót adjuk át Csillának. Hát nem is tudom most már, mit lehet mondani. Én azt mondom, hogy összeültünk egy kicsit ugye a közösségben, és erre gondoltunk, hogy adjunk egy kicsit másik szempontot is, és akkor elgondoltuk, hogy hát milyen lenne egy beszélgetés, és akkor egy programot is összeállítottunk ki ezzel a címmel, hogy a novemberi reménység. Hát igen, tehát hogy nem lesz vége, és milyen jó, hogy tudunk remélni, hogy ott van a remény. Tehát hogyha a sír mellett nem lenne ott a remény, akkor biztos szomorúak lennénk, vagy ki sem mennénk oda. De hogyha ott van a remény, hogy ott vagyunk, valahol egy jó helyen vagyunk, és tovább folytatódik az életünk, akkor egy halottak napja, vagy egy minden szentek napja nem egy szomorú ünnep, hanem egy visszaemlékezés, egy ünneplés, vagy éppen azt ünnepeljük, hogy ő már megérkezett oda, ahova mi készülünk. És lehet, hogy segítettünk neki, vagy segítünk neki, hogy megérkezzen, ami hitünk szerint, lehet, hogy nem éppen bejutott gyorsan a mennyországban, hanem szüksége van még tisztulásra, és akkor nekünk itt a földi életben jogunk van, és kötelességünk is, hogy segítsünk neki, akár imánkkal, gondolva, és jó cselekedeteinkkel is. Tehát ez egy oda-vissza történet. Úgy, ahogy a templomaink gondozása, a sírgondozás is, nem csak tesszük megszokásból, nem csak tesszük, mert ezt láttuk, ezt tanították, hanem kiderül, sőt biztos, hogy nekünk talán még jobban szükségünk van erre a cselekvés folyamatra akár, teljesen amennyire lehet objektíven fogalmazva, mint bárki másnak. Igen. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Mielőtt elbúcsúzunk, hadd mondjuk el még azt, hogy november 5-én a beszélgetés, amit említettél itt Marosvásárhelyen, ha jól tudom. De biztos vagyok benne, hogy számos helyen vannak még olyan fórumok, olyan beszélgetések, meg lehet keresni benneteket is, és akinek szüksége van most akár lelki nyugalomra, tegye meg. Nem jó otthon egyedül, kérdésekkel vívódva, keresni kell. Keresse meg a lelki atyátok, a papját. Így van. Mindenki áll szívesen rendelkezésre. Úgy forduljanak, és talán ez így segít. Biztosan vagyunk benne. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen.
Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom önöket jövő héten is a megszokott időben, vasárnap délután 17:30-tól. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!